Na itt ez a Mitsubishi L200-as, ezt most megmutatom nektek én meg tesóm, hogy hogy néz ki, ez a héten érkezett, ezt most vettük, gyerekek. Erről az autóról azt kell tudni, hogy 2003-as évjáratú, 2500 köbcentis turbodízel motorral van, ami 116 lóerős motor, gyerekek. Úgyhogy ilyen ez az autó, nézzétek meg. 219 ezer kilométerrel van ez az autó. Ebbe a kategóriába fullos kivétel. Van benne 4 elektromos ablak, elektromos tükör, fényszóró magasság. Klímás. Igen, klímás is ez az autó, gyerekek. Itt a klímája. Ezekkel lehet itt kapcsolgatni, hogy hány fokra akarod beállítani. Fényszóró magasság. Igen, azt már mondtam. Van benne dőlésszögmérő. Töltés. Itt méri a külső Celsius fokot, itt a töltés méri. Itt van benne teográf is, a kilométerállás is, gyerekek. Van benne felező, diffi és a négy összkerék. Van benne légzsák, úgyhogy ez ilyen. Két év friss műszakival van ez az autó. Itt hátul is van itt ilyen kartámasz is lehajtható. 5 személyes ez az autó, itt is elektromos ablak. 4 gyári Mitsubishi alufelnivel van ellátva. Ugye itt vannak rajta ezek a taposók is, két oldalt. Igen, van rajta ilyen krómcső. Itt is hátul szép krómcsövek is. Van rajta 2 tonnás vonóharag. Platóbérés is van rajta. Ezzel is elvileg 1 tonnát lehet szállítani. Úgyhogy ez ilyen. Ez is zöld fényezéssel van az ellátó. Ilyen metál. Hát igen. Még az elejéről akarok valamit mondani, hogy ugye ehhez is van itt az elején ilyen szép gajtarú, ilyen krómcsöve, csak ugye az műszakin nem volt rajta jó, és akkor azt le kellett venni róla, de az is megvan rá. Úgyhogy ilyen, gyerekek, ez az autó, az L200-as. Gyakorlatilag ezeknek az autóknak nem nagyon van akadály. Nem. Na jól van, ennyit akartam volna, sziasztok!